Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok. És ahogy ígértem, ugye, hú, de kimelegettem. Ahogy ígértem, hogy amikor beérnek a paradicsomok, akkor megmutatom őket. Most itt lent ugye már nem sokat láttok, mivel hogy pont most szedtük le őket, és csak úgy érdekességképpen, tehát három félét termesztünk, ez a piros, aztán egy picit beszélni is fogok róluk, egy érdekességet megint csak, hogy hogyan lehet felismerni azt, ha valaki vásárolni megy, hogy nagyjából, tehát ez nem teljesen lesz igaz, de nagyjából, hogy melyik az, ami édes paradicsom. Tehát van ez a piros, ez egy jó pofi fajta, ide lepakoltam a földre egy párat, van ez a sárga, ezt egyszer ugye mutattam, de igen, és ezt pedig úgy hívják, hogy zebra, ez nem tudom, hogy ott Magyarországon mennyire ismerős vagy sem, tehát ez általában annyira nem édes, és inkább hát sütni, tehát grillen sütni, meg ilyenek, vagy akár tepsibe, akármi, tehát így a csirke köré az ember odadobál egy párat, aztán ez pedig ugyanannak a változata, csak ez piros, tehát piros zebra és zöld zebra. Na akkor térjünk ide vissza, hogy honnan lehet felismerni első látásra azt, hogy nagyjából finom lehet. Hogyha itt a közepétől elindulva látjátok ezeket a keresztmetszéseket, ezeket a kis hát sárgás, világosabb csíkokat. Beindult a fűtés! Ja, egyébként ma esik a hó! Azt írtam az előző videóm kommentjébe is, hogy borús nyárnak nézünk elébe. Ma esik a hó! Március hanyadika van ma? 21. De néha egyébként van ilyen, tehát nem tudom, pár évente egyszer azért van ilyen, de nem jellemző. Tehát ilyenkor azért már úgy beszokott melegedni. Tehát éppen ezért be van csukva a függöny most, és gondoltam, hogy így, ha a függöny be van csukva, akkor jó, de mindegy. Tehát ez az egyik jele, hogy fel lehet ismerni azt, hogy egy jó fajta. Egyébként ez az első sor, hogy úgy mondjam, az első emelet, most kezdtük el szedni, harmadiknál nagyon beédesedik, és a harmadiknál itt ezen a részen elkezd így picit szőrösödni. Tehát most így a levele egy picit olyan, nem tudom, hogy ezt fel tudja venni a kamera. Nagyon szerintem nem. Megpróbálom. Na, ott lehet látni szerintem egy picit. Nem tudom, hogy nem tud rázumolni, úgy néz ki. És itt a felső területe is ugyanilyen kicsit ilyen szőrös lesz. Az viszont már nagyon édes. Most a mérőt nem hoztam magammal, mert így kapásból így melós dolog van. Csizmába, ahogy azt kell. De ez nagyjából a múltkor lemértem, akkor volt, el is felejtettem, hogy mennyi. Azt hiszem, hogy 8-as körül? Nem mondok badarságot, elfelejtettem. A múltkor egyszer lemértem, de még nem volt olyan jó. Ez felszokott menni egy olyan 10, tehát azt is tudni kell, hogy minden egyes paradicsomot, ha az ember lemér, akkor mindegyik ugyanaz, ez nem így létezik, hanem van, amelyik édesebb, van, amelyik nem annyira, különböző, nem tudom, tápanyagtartalomtól függően, stb. De úgy nagyjából 10, 11, 12, ami már nagyon-nagyon-nagyon zoral, hogy úgy mondjam, az már olyan, hogy így az ember a szájába véve olyan, mintha cukrot enne. De ja, nagyjából ennyi, tehát ezt csak így meg akartam nektek mutatni. Megy a fűtés, elképesztő. Ilyenkor már a fűtés sem szokott menni, és hát most már itt a tavasz, majdnem, hogy a nyár. Tehát itt egy ilyen nagyon-nagyon gyors váltás van, annyira nincs hosszú tavasz. Van egy nagyon pici rövid tavasz, aztán bum, a nyár. Tehát én már tavaszt nem is nagyon mondok. És annyit még hozzáteszek, hogy ugye nagyon sokan kértétek azt, hogy mutassam meg a szakurát, tehát a virágnyílást, a cseresznyevirágot, ugye ez egy nagyon híres szimbólum itt. De ha így néz ki a dolog, most egyébként elkezdett nyílni, de esik a hó, most átváltott esőre egy pár órája. Ez viszont lemosva ebből lehet, hogy idén nem lesz szakura, de majd meglátjuk, nem tudom. Holnap azt mondják, hogy kicsit kisüt, nem tudom. Na hát ennyit a paradicsomokról, még egyszer így jó pofiság. Köszönöm, sziasztok! Ja, ennyi.